Üdvözlök mindenkit, Daci Diana vagyok, az NMHH űrtávkezeléssel foglalkozó munkatársa, és a mai előadáson próbálkoztam összeszedni a jogi környezetet az űreszközökre vonatkozóan, majd megmondom, hogy miért pont űreszközökre és nem űrtevékenységre kihegyezve mondanék el néhány dolgot. Nemzetközi kereteket, ugye mindenki ismeri ezt a kis fémgolyót, amelyik megadta az alaphangot az űrtevékenységre. Hát az ENSZ két szakosított intézménye foglalkozik ezzel a témakörrel, pontosabban az egyik egy szakosított ügynökség, a másik a Világűrbizottság. Már 1959-ben, 57-ben került fel ugye a Sputnik 1 az űrbe, és okozott némi zavart a hírközlés területén, szó szerint rádió zavart okozott, éppen ezért már 59-ben elkezdődött az a gondolkodás a Nemzetközi Távközlési Egyesület keretein belül, ami az űrtávközlésnek a szabályait megalkotta 59-re. A nemzetközi rádió szabályzat azonban már 1927 óta tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyik az űrtávközlésre vonatkoznak. A nemzetközi rádió szabályzatról azt kell tudni, hogy a rádió frekvenciás spektrum felosztásáról rendelkezik, és a rádiófrekvencia kijelölések a geo-non-geo pályapozíciók nyilvántartásával az ITU foglalkozik, illetve még egy apróság, ami az elmúlt 3 évben került a feladat körébe, az UNIDROA nevezetű nemzetközi jogi szervezet által létrehozott egyezmények keretében a Space Protocolban az felügyelőhatóságként funkcionál. A Világűrbizottság ezzel szemben 5 egyezménynek a gazdája, határozatokkal és ajánlásokkal, ENSZ által elfogadott határozatokkal és ajánlásokkal szabályozza az űrtevékenységet, leginkább az űreszközökkel folytatott űrtevékenységet. Alapvetően jogi tevékenységeket vizsgál, jogi kérdésekkel foglalkozik, lásd az állam felelőssége, illetve az egyes ehhez kapcsolódó kérdések, mint például a nyilvántartás. Ehhez kapcsolódik egy hivatal, az UNOSA, amelyik vezeti az űrobjektum nyilvántartást. Ezen a dián néhány olyan fontosabb momentumot soroltam fel, és nem fogok mindegyikről beszélni, amelyek az űrtávközlés szempontjából fontos fordulópontok voltak. Mint említettem, 59 volt az első, amikor már űr kommunikációval kapcsolatos spektrum kérdésekkel foglalkozott a Nemzetközi Rádiószabályzat. 63-ban már űrértelkezletet tartottak, itt 15%-a volt a használt spektrumnak, amit kizárólag űr kommunikációra, illetve rádiócsillagászatra különítettek el, illetve 71-ben volt egy rádiótávközlési világértekezlet, majd 73-ban született meg az a döntés, hogy a különböző műholdas pályáknak a kiosztását, illetőleg ezzel kapcsolatos frekvencia kijelöléseket az ITU rádiókommunikációs irodája fogja vezetni. Két nagyon fontos tervezői értekezlet volt a 77-es műsorszóró tervezési, illetve a geostacionárius műholdas tervezői értekezlet, ezekről önmagukban is lehet órákat beszélni, illetve a mostani hatalmas nagy kis műholdas robbanás megelőzte az ITU-nak az a rádiótávközlési világértekezlete, amit Isztambulba tartottak 2000-ben, ugyanis ez volt az, amelyik lehetővé tette a LEO pályákon kisműholdaknak a felbocsátását. Itt az ITU alapokmánynak egy rövid részletét mutatom be, amely megmutatja azt, hogy egyébként a rádiófrekvenciás spektrummal azonos módon a geostacionárius és nem geostacionárius pályákat is az ITU vezeti, tartja nyilván, illetőleg osztja föl. Az ITU rendszerében ezt tudni kell, hogy nem LEO, MEO és egyéb pályák vannak, hanem vagy geostacionárius, vagy nem geostacionárius pálya. Nem geostacionárius pályán mozognak például a Voyager szondák is. A nemzetközi űrjogi egyezmények kategóriájából sorolnék, vagy mutatnék itt néhányat. Ez, amit az ENSZ Világűrbizottsága gondoz, illetőleg az ő működése keretében jöttek létre, és az űreszközökkel kapcsolatos feladatokkal a pirossal jelölt egyezmények azok, amik nagyon fontosak tudnak lenni. Az egyik természetesen a Világűregyezmény 67-ből, de a kárfelelősségi egyezmény is egy hasonló fontosságú egyezmény, és a nyilvántartásba vételi egyezmény is egyik alapja ezeknek a jogi kereteknek.
Ezt követően, 79-et követően sajnos nem sikerült újabb nemzetközi egyezményt ebben a témakörben elfogadni. ENSZ határozatok és iránymutatások jelentek meg az utóbbi néhány évtizedben, amelyek közül kiemelném a 13-ban elfogadott világűrrel kapcsolatos tevékenységek nemzeti szabályozásáról szóló határozatot, amelynek alapja alapvetően a francia szabályozás volt, és legalábbis annak tűnik, amely rögzíti, hogy az ENSZ tagállamainak célszerű lenne nemzeti űrjogi szabályozást létrehozni, amely engedélyezési keretrendszert kellene, hogy megteremtsen az űreszközökkel, ideértve a rakétákkal és a műholdakkal folytatott tevékenységekkel, és opcionálisan akár az űrkutatással kapcsolatban is. A műholdakkal kapcsolatos feladatoknál itt fölvillantanék egy diát, ez nem egy borzasztó darab, ez a jelenlegi hatályos magyar jogszabályok szerint az elektronikus hírközlési engedélyezésnek a folyamat ábrája, amely alapján Alexandra látta bólogat, ismeri nagyon jól ezt a szenvedést, amíg ez végül minden engedély a birtokukban van, hiszen külön rádióengedély kell magára a műholdra, a földi állomásra, ad abszurdum még, hogyha olyan terminállal foglalkoznak, ami olyan jeleket vesz, amelyhez szintén engedély kell, ahhoz is külön engedély kell, illetve külön építési engedély szükséges a földi állomásnak az antennatartó szerkezeteire is, de természetesen, hogyha szolgáltatást kíván nyújtani valaki műholdon keresztül, akkor arra külön bejelentés van, és még nem soroltam fel azokat az elektronikus hírközléssel összefüggő egyéb feladatokat, ami egy műhold üzemeltetésével összefügg. A nem frekvencia szempontú engedélyezés kategóriában itt tényleg csak felvillantanék néhány dolgot. Felbocsátás előtt ugye természetesen a technikai feltételeket tisztázni kell. Itt néhány dolgot említettem meg, de úgy gondolom, hogy akik itt ülnek, azok sokkal jobban ismerik a technikai feltételeknek az engedélyezését és a rendszerét. Erről nem beszélnék. A nem frekvencia szempontú engedélyezések másik pontja a pénzügyi feltételek, amiket egy hatóságnak vizsgálnia kell, hogy egyáltalán az üzemeltető alkalmas-e pénzügyileg arra, hogy egy műholdat hosszú távon, ugye egy műholdnak az élettartama, egy kereskedelmi műholdnak az élettartama alapvetően 15-20 év, most már egyre több, tehát hogy ezt az időtartamot egyáltalán képes-e az üzemeltető majd anyagilag fedezni. És természetesen felelősségbiztosítás vagy bankgarancia megléte szükséges az űrtevékenység teljes végzése alatt, ezt ugye a nemzetközi egyezmények is előírják. A felbocsátás után is vannak feladatok hatósági oldalról, a sikeres felbocsátás bejelentése a különböző nemzetközi szervezeteknél, ez bekötve van egy nyilvántartásba vételi kötelezettséggel, ez mind az ITU-t, illetőleg a KUPOSZ-t is jelenti. Nemzeti közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése is előfordulhat nagyon sok esetben, illetőleg üzemeltetés felügyelete mind elektronikus hírközlési, mind űrjogi szempontból, és az űrszemét kezelése is egy nagyon fontos kérdéskör tud lenni az utóbbi évtizedek tapasztalati alapján. Az űrtevékenység szabályozásával kapcsolatosan ezt a csoda ábrát fölvillantanám. Ez az Európai űrügynökség európai tagjai mutatja be, a kékkel jelölt tagoknak nincs olyan szabályozása, ami a nemzeti űrtevékenységet szabályozna. És itt lógatom, ez egy cliffhanger volt. Űrobjektumnak tekintik a nemzetközi szabályozás keretében azokat az eszközöket, amelyeket a világűrbe felbocsátanak, vagy felbocsátani terveznek, és az ehhez használt eszközöket is, tehát ide tartozik mondjuk egy rakéta és egy rakéta kilövő állomás teljes egészében, valamint a műholdak, űrszondák, bármilyen néven funkcionál, de minden esetre rádiókommunikációval valósul meg jelen pillanatban a kommunikációja, tehát mindegyik műhold. Nagyrészt ezek a nemzeti szabályozások tevékenységi engedélyezésre vonatkoznak. Általános feltételeként határozzák meg a nemzetbiztonsági és külpolitikai érdekeket, egy szakmai alkalmasságot vizsgálnak, fedhetetlenséget az üzemeltetők részéről, pénzügyi fedezetet a projekt egészére, illetve a környezetvédelmének egyre fontosabb szerepet szánnak, és ebben ugye az űrszemét kezelését már említettem.
Számos esetben természetesen az egyes hatóságok egyedi feltételeket is megállapíthatnak. A felelősség kérdése egy érdekes kérdéskör, ezt már a világűregyezmény is tartalmazta 67-től, illetve külön egyezmény is jött létre. Nagyon sok ország van erre vonatkozóan, eléggé részletes szabályok szerepelnek a saját szabályozásukban. A felelősségbiztosítást írnak elő, de ez a kereskedelmi űrtevékenységre előírt szabályozás 60 millió euró a felső határ legtöbb esetben, ami egy eléggé tisztességes összeg, ez nagyjából 21 milliárd forint. Az oktatási, tudományos, kutatási célú műholdak esetében nincsen felelősségbiztosításra opció jelen pillanatban a biztosítók részéről, illetőleg az állami katonai nemzetbiztonsági műholdakra meg egyáltalán nincs, tehát itt az állam teljes felelőssége érvényesül, tehát felelősségbiztosítással nem lehet kizárni azt, hogy ezekkel az okozott kárért az adott felbocsátó állam felelje. Nyilvántartás, erről is csak egy felvillantás, erre is külön egyezmény vonatkozik, és a hozzátartozó határozatokkal együtt, amely az űreszközöknek a nyilvántartásba vételéről szól. Ez a felbocsájtó állam, az űrobjektum adatait tartalmazza, a keringési pályára vonatkozó főbb jellemzőket, és ebből is két különböző nyilvántartás van, amit én itt felvillantottam, az ENSZ egyezmény alapján nyilvántartott adatok, amik nem teljes körűek és eléggé hézakosak az ITU nyilvántartásához képest. Eljáróhatóságokként az űreszközöknek az engedélyezésével kapcsolatosan, ami nem elektronikus hírközlési kérdéseket taglal, alapvetően két megoldást lehetett találni. Az egyik körben a minisztériumok tartoznak, ez Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Hollandia és a Görögország. A gazdasági, technológiai, hírközlési vagy űrkutatási területekhez kapcsolódóan látják el ezeket a feladatokat, vagy pedig űrügynökség, Franciaország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében. És van egy kakukktojás, a portugál szabályozás, ahol egy jó ideig a portugál hírközlési hatóság látta el az űrügynökségi feladatokat egész addig, amíg ki nem vált belőle a saját űrhatóságuk. És akkor a mai témakörhöz egy ilyen kis rózsaszín kerettel csatlakoznék, hogy nők az ICT szektorban. Az ENSZ fenntartható fejlődés ötös célkitűzése jelenítette meg azt, hogy a nők ennek a szerepét növelni kell a tudomány, technológia és a területén. Ebben a területen, az én hírközlési területemen számos előrelépést lehet azért látni. Már az ITU VRC 19-en külön létrejött a NOW nevezetű kezdeményezés, ami a Network of Women témát ölelte fel, és ebben egy eléggé jó kezdeményezésnek tűnő megoldást hajtottak végre. Korábban már VRC-ken résztvevő kolléganők mentorálták a friss, éppen aktuálisan az adott nemzetközi értekezleten résztvevő kezdőket. Ebből én nagyon szépen profitáltam, hiszen nekem a 19-es VRC volt az első, és egy kolléganőm, aki már a harmadikat dolgozta végig, az mentorált engem végig, úgyhogy ez egy nagyon kellemes tapasztalat volt. Jelen pillanatban volt egy nyilatkozat is erről, hogy a nőket az ICT szektorban hogyan kellene továbbiakban lehetőségekhez juttatni, és ezt az ITU is felkarolta. Jelen pillanatban új főtitkár választás előtt állunk az ITU-nál, ez a következő 22-ben lesz, tehát jövőre lesz esedékes, és a főtitkár jelölt az amerikai Doreen Bogdan Martin nevezetű hölgy, aki jelenleg az ITU fejlesztési szektorának az igazgatója. Az Intersputniknál, amelyik ugye egy eléggé régi orosz befolyás alatt álló nemzetközi szervezet, jelenleg egy generáció, illetőleg egy nemi váltás következett be, hiszen a vezérigazgató az idei évtől kezdődően egy hölgy, Xenia Drozdovának hívják, illetve mind a
jogi igazgató, mind az ügyvezető igazgató, illetve a főkönyvelő is nő a szervezetnél, ami egy eléggé érdekes felállás egy erőteljesen férfiak által dominált szervezetnél. A 21-es ulánbátori értekezletükön jelentették be, hogy a szervezet a nők számára a középiskolai képzéstől kezdve oktatási anyagokat kíván publikálni, mind egészen az egyetemi szintekig, ez valószínűleg virtuális módon fog megvalósulni. Van még 3 nemzetközi szervezet, ahol Magyarország tag, nemzetközi műholdás szervezet. Ezekben is ugyanezeket a tendenciákat lehet látni, hogy a jogi területek, a pénzügyi területek inkább női kézben vannak, és jogi igazgatók egészen határozottan kezelik a dolgokat, illetve még annyit tudnék elmondani, és itt már erőteljesen magamat fényezem, hogy mindezeknél a szervezeteknél Magyarországot nő képviseli, ez pedig én vagyok. És az EUTS-nál pedig még azt is szintén önfényezés, hogy van egy tagállamokat képviselő szervezet a közgyűlések közötti időszakban, ez a tanácsadó testület, ennek az elnökévé 3 évvel ezelőtt választottak meg, amit azóta is betöltök. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!